Közeledik a húsvét, mely a kereszténység legnagyobb ünnepe. A húsvéthoz számos népszokás tartozik, a legismertebb talán a hímes tojás ajándékozása a locsolkodóknak. Ma már a húsvéti készülődésből elmaradozik a tojásfestés, díszítés gyakorlata, mi azonban utána jártunk a hagyományos, illetve a mai kornak megfelelő díszítési eljárásoknak. Elsőként Kis Lajosné Etuka mutatta be, hogyan lehet hagymahéj és különböző levelek felhasználásával húsvéti tojást díszíteni. Először is szerzünk olyan hagymát, aminek sok héja van, hogy le tudjuk szedni róla. Aztán az alapanyagokat összeszedem, virágokat gyűjtök, leveleket gyűjtök, amit majd harisnyával rá fogunk kötni. Ezeket. Aztán elkészítjük a vizet, feltesszük. Főni, mert a tojást most főzzük meg majd a díszítéssel. A hagymahajat belerakom. Jó sokat. Minél több van benne, annál sötétebb színű lesz a főzőlé, meg a tojás. Míg a hagymalé fő, a többi hozzávaló is előkészítésre kerül. Harisnyára, célnára, valamint levelekre van szükségünk ahhoz, hogy feldíszítsük a tojásokat. Minél világosabb tojást választunk, annál jobban látszik majd rajta a minta. Melyiket tegyük elsőnek? Megpróbáljuk ezt, jó? Úgy. Így rárakjuk. Összehúzzuk. Amennyire csak tudjuk. Még meg is tekerjük. Jó szoros legyen. És akkor a tűvel. Hát ha van segítség, gyerek például, akkor valamikor csak kötjük. De így, ha egymaga csinálja valaki, akkor sokkal könnyebb, ha varjuk. És melyik a stabilabb a kötés, vagy a... Mindegyik, hogy a varrás szerintem stabilabb, azért az csak nem enged olyan könnyen, mint a kötés. De még a gyerekeim kisebbek voltak addig, hogy segítsenek, ők is inkább kötöttük. Így. És akkor a felesleget azt levágjuk róla. Így enni. Tehát egy már megvan. Bele is lehet tenni nyugodtan, nem az lehet, hogy sötétebb lesz, amelyik elsőnek készül. A munkálkodás közben Etuka mesélt arról is, ő honnan tanulta ezt a tojásfestő technikát. Annak idején, még amikor én gyerek voltam, akkor a piros tojás ment jobban, és akkor oda kerültem anyósomékhoz, 72-be, férhez mentem, és ő csinált ilyeneket. Aztán úgy megtetszett, hogy utána mi is. Amikor a gyerekek születtek, akkor mi is mindig csinálgattunk valami újdonságot, hogy nem mindig a piros tojás legyen. Így aztán ezt anyósomtól tanultam. Még csodálkoztam, és mondom, hogy lehet vöröshagymával festeni, és amikor megcsináltuk együtt, mert tényleg szép. És mivel lehet még? Én próbáltam már céklával csinálni, ott halványabb színt kapok, hiába próbáltam sok céklát belerakni, de azért az is egy aránylag szép. Én még a lila hagymát is próbáltam, és érdekes módon én azt gondoltam, lila hagymától lila lesz. De nem lett lila, inkább olyan sárgásabb. Tehát gondolom, hogy akkor nem. Amit nem csináltam, de hallottam, hogy lila káposztával viszont lehet szép lila színt elérni. Mivel a tojást is ekkor főzzük, körülbelül 12 percig kell a hagymalében hagynunk, azonban minél tovább marad a vízben, annál sötétebb színe lesz. Teszünk bele egy kis sót, meg ecetet, jó?
még ez erősít majd a színen. Hát egy olyan két kanálnyi ecet kell bele, meg egy fél kanálnyi só. És ez meg is fogja a színt az ecet, tehát nem megy le róla. Míg főnek a tojások, Etuka megmutatta néhány előző nap készült munkáját. Ez vörös hagymával készült, és ez sokáig benne volt a lébe, azért ilyen sötét színű. Ez céklával. Ilyen picit rózsaszín, de nincs olyan erőteljes színe, mint amit vártam tőle. Igen, ez is céklával készült, de szerintem szép azért. Ez is. Igen, ez vöröshagymás, de hamarabb kivettem. Ezen van a kis aranyeső minta. Ezt meg lila hagymával csináltam, ezt a színt. Ez meg inkább barnásabb lett, mint lila. Szép kis növényt találtam, jól látszik rajta. Közben letelt a főzésre szánt idő, így megnéztük, hogyan sikerültek a tojások, majd utolsó fázisként kifényesítjük azokat. Ezt csak úgy egyszerűen innen levágjuk. Így készült tehát a hagyományosan festett tojás, melyhez nem sok alapanyag szükséges, és igen hamar, egyszerű, de szemrevaló tojást készíthetünk el. Ha valaki nagyobb kreativitást érez magában, és igazi remek művet szeretne elhelyezni a kosárkában, annak most megmutatjuk, hogyan lehet gyöngyökkel és különböző csipkékkel kukót díszíteni. Ebben Kocsis Imréné Marika volt segítségünkre. Tehát kifújtam a tojást a kukóból, és kukó lett belőle. A kukót pedig hát van, mikor alapozom, festem, temperákkal, színezem festékekkel, és kétszer is lefestem, hogy alapot adjak neki. Most például egy olyan tojást, aminek alapot nem adtam, a saját színibe van a tojás, és ezt készítem most el. És most készítek egy olyat ragasztóval, megfelezem a tojásnak, vagy a kukónak a fele arányba, megpróbálok. Megfeleztem, és erre ragasztok egy ilyen felező motivumból, anyagból. Ráragasztom.
minél jobban ráragadjon. Csak az a baj, hogy ennek idő kell, mert azért a ragasztó csak nem olyan hamar ragad. Többfajta motivum, vagy többfajta anyagból, vagy többfajta mintázatot is lehet rá tenni. Én most egy piros virágmintát tettem rá. Miközben készült a díszítés, Marika arról mesélt, mikor és hogyan ismerkedett meg ezzel a technikával. 2005-ben, mivel én visszajáró betegként a Hévízi állami gyógykórházba járok kezelésekre, és ott a D-osztályon volt egy Veszprémbe való idősebb hölgy, nénike, és a társalgóba arra lettem figyelmes, hogy ilyen kukó tojásokat díszítget. Gyöngyel hímzi, rakosgatja motivumokat, virágmintákat rakott ki belőle. Aztán úgy kezdett érdekelni, és úgy mellé ültem, és néztem. Mondja egyszer, hogy ne csak nézzed, gyere, segítsél nekem, mert sok megrendelésem van, és azt mondja, így hát ha hamarébb haladunk vele, segíts nekem, mondom. Én nem tudom csinálni, de hogy nem, azt mondja, már mikor érdekel, akkor biztos tudni fogod. Na mindegy, hozzáfogtam én is vele együtt készíteni, és nagy örömömre sikerélményem lett, mert sikerült az, amit elkezdtem készíteni vele. Igaz, hogy nagyon babra munkás ez a készítés, de engem leköt, én szeretem csinálni. Na de akkor hazajöttem Hévízről, és a magam keftelésére hozzáfogtam itthon is elkészíteni. És mikor elkészült 10-15 darab tojás, akkor hát a baráti körömnek, a nyugdíjas klubba is fölvittem, megmutattam, hogy miket tanultam. És annyira megtetszett sok mindenkinek, hogy kértek tőlem, hogy készítsek neki is, neki is, neki is, addig neki is, hogy hát kb. Olyan 200-300 darabot akkor nem soká le is kellett gyártani. Na, amikor ezt a ragasztót fölragasztottam, még meg nem szárad, addig ezt gyöngyel kell, vagyis gyöngyel hímzem már is, hogy a ragasztó ne száradjon meg, és akkor mivel az arany ez nagyon színessé teszi, meg kiadja az alakját a motivumnak, ezért aranyjal ezeket a kis virágnak a mintájába, minden mintájába belerakodom. És ezt egy szemenként kell belerakni, mert másképpen meg kézzel, mert próbáltam már úgy is, hogy fogpiszkálóval vagy tűvel, de nem jó, mert visszaszedi, tehát a ragasztó ráragad a tűre vagy a fogpiszkálóra, és visszaszedi a gyöngyöt. De mint ami már készen vannak, azok látszik, hogy kb. 5 tojásnak az elkészítése egy napi munka, tehát a 8-10 óra hosszába beletelik, mire elkészül 5 darab tojás. Miért mondom, hogy 5 darab tojás? Azért, mert egyszerre egy tojást nem lehet befejezni. Tehát most én ezt a részét megcsinálom, a másik részét nem tudom megcsinálni, mert ha megfordítom, akkor elfolyik, elcsúszik, és akkor már nem lesz a helyén a gyöngyök, hanem már akkor elcsúsznak. Míg száradt a ragasztó, egy másik tojást kezdett el Marika, melyet elsőként pirosra festett.
ez egyszer kész van, de ezt még egy sorral, mikor teljesen megszárad, még egy sorral le kell festeni, és akkor lesz szép, igazán fényes a tojásnak az alapja. Két munka folyamat között Marika megmutatta néhány korábbi munkáját is. Mindegyik egyedi, nincs két egyforma tojás a kosárkában. Mikor befestettem, ugye ráraktam a megfelelő szallagot, utána pedig kigondolom a motivumokat, mert visszatérve, kétszer festettem, tehát látszik rajta, hogy fényes lett a tojásnak az alapja, vastagabb lett, erősebb lett a kukó, és így nem fog összetörni, bárhogy összekocog, nem fog összetörni sehol sem. Ezek a tojások nem régen készültek, tehát mondhatom azt, hogy egy hetesek, és hát mindegyik, ahány tojást készítettem, mindegyik másfajta motivummal készül, de sosem előre lerajzolt, vagy előre tojásról lerajzolva készítem a motivumot. Mind, mikor a tojást a kezembe vettem, akkor képzelem el, hogy mit szeretnék rátenni. És akkor sorba jut eszembe, hogy ez is, és akkor így alakulnak ki ezek a tojás minták. Hát remélem, hogy szemet gyönyörködtető bárkinek. A ragasztó szárat annyit, hogy az elsőként megkezdett tojás másik oldalát is be lehessen gyöngyözni, majd újabb díszítősort rakni rá. A pirosra festett tojás szárat annyit, hogy megkezdődhetett a díszítése. Elsőként egy fehér felező csipke csíkot kapott, majd következett a további dekorálás. Miután elkészült a díszítés, utolsó mozzanatként akasztót fűz bele Marika. Thank you.
Ugyan jóval időigényesebb ezzel a technikával tojást díszíteni, azonban mindenképpen megéri eltölteni vele az időt, hiszen egyedi és különleges tojásokat lehet készíteni gyöngyök és különböző csipke motívumok felhasználásával. Egy tojás elkészült, míg Marika vendégei voltunk, mely fel is került a többi közé.